Bara Emőke vagyok, 7 éve dolgozom Pátyon, 2002-ben végeztem a jogi egyetemen, majd a szakvizsga után egy rövid kitérővel az ügyvéd szakma felé vettem az irányt. Álláspontom szerint az ügyvéd szakmán túl a jogszabályok és a paragrafusok mögé lássunk, méghozzá meglássuk az ügyfelet, mint embert, és az ügyfélnek a problémáját, nehézségét tudjuk megoldani a jogszabály eszközeivel, de elsődlegesen nekünk az ügyfelet kell figyelembe venni, az ő problémáival, nehézségeivel kell tudnunk azonosulni. Gyerekkoromban már 5 évesen két lehetőségben gondolkodtam. Ez a két lehetőség elég messze állt egymástól, hogy vagy balerina, vagy ügyvéd leszek. Az utóbbi valósult meg, hiszen ahogy a tanulmányaimat végeztem, egyre inkább nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a humán tantárgyak felé vonzódom. Majd az egyetem időszaka alatt sok-sok gondolkodás követően az is egyértelművé vált, hogy inkább a polgári jog felé szeretnék orientálódni. Elsődlegesen szerződésekkel foglalkozom, ingatlan szerződésekkel, családjogi ügyekkel, a bontóperek, közös megegyezések, vagyonjogi megegyezések, egyességek megkötése, szülői felügyelettel kapcsolatos perekkel foglalkozom, egyesületek, alapítványok, illetőleg nagyon jó munkatársaim vannak az ingatlan közvetítés területén is, úgyhogy ezzel is foglalkozik az ügyvédi iroda. Ami fontos és lényeges az én szempontomból, hogy az ügyfeleim érezzék azt, hogy megbízhatnak bennem, hogy az embert látom bennük, és minden lehetséges módon az ügyeik valós megoldására törekszem.